Drága magyar fiatalok, itt vagyunk az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol bemutatjuk életem első önálló rendezésű kisjátékfilmjét. A címe az, hogy Magunk maradtunk, a főszerepben Pap János, és nagyon izgulok. Ez a film most találkozik először a nagy közönséggel, azután, hogy néhány filmes szakember, barátunk, munkatársunk megtekintette, és nagyon pozitív véleménye volt róla, de a végső döntést mindig a közönség mondja ki. Egy nagyon izgalmas, szép és fontos pillanat következik most. Fogadják sok szeretettel Kovács Ákos Magunk maradtunk című kis játékfilmjét. Azért csináltam filmet, mert szeretem a színházat, azért szeretem a színházat, mert sokat olvastam, mert egy olyan családból jövök, ahol az írott szónak különös becsülete volt. Első forgatási napon vagyunk, nagyon izgulok. Pozitív harcszeri idegesség van bennem. Azt is mondjuk el, hogy most ugye 3-4-80, de már 2 órája itt vagyunk. Ebben benne van minden, amit tapasztaltam. A életem szereplői átminősülve megjelennek, a szüleim kapcsolata is benne van természetesen. Vannak családi fotók, például itt a taxis családi fotóalbumának egy része az a mi családi fotóalbumunk, a taxis legendáriumának a része az én családom történetei. Családi vonatkozású dolgok is kerülnek a filmbe. Ezek itt a szüleim 1965-ben, amikor összeházasodtak. És van egy másik képem is, édesanyám nevelőanyjáról, Mária néniről és első férjéről, akik egy családi házastársi összeveszés után elmentek hirtelen ötlettől vezérelve Velencébe, hogy kibéküljenek. Ennek egy nagy családi sztoria van, tehát ilyen kis finom privát történeteket is beleszőttünk a berendezésbe. Én műfajomban sokan a különböző ajzószerekkel élnek, mondtam, hogy gyerekek, nekem nem kell, mert annyi színes kép van a fejemben, hogy ez fokozhatatlan. De és én el tudtam képzelni ezt a helyszínt, hogy ez milyen lett. És beléptem, és sokkal jobb volt. Ez majdnem lehetetlennek tűnt korábban. Elkezdtek folyni a könnyeim, és megfordultam, és elkaptam a berendező hölgyet, és megropogtattam a csontjait. Nagyon meggyőző volt már az első megbeszélésen, amin így ültem, és akkor először is nagyon jó volt a könyv. Tehát az mindig már elviszi az embert, amikor elolvastam, és az első megbeszélés előtt már ugye olvastam, és ott még ő erre rátett erősen egy lapáttal, hogy ahogy beszél róla, meg egyáltalán, és hát abszolút jól látja, úgyhogy remélem, hogy jó is lesz az egész, hogy összerakja. Csöng a telefon, és hogy Ákos keres. Nagyon meglepődtem, soha korábban nem találkoztunk, nem beszélgettünk, nem volt munkakapcsolatunk semmilyen. Először a taxisunkat egy Tarkovsky idézetben fogjuk látni, egy olyan snitben, amikor úgy toljuk be a kamerát a hálószobába, egy 20 másodperces felblendével, pontosan úgy, ahogy a Tarkovsky csinálta, tehát egy ilyen tiszteletes idézetet fogunk a film elejére tenni. Nyilván nem azok a szereplők lesznek ott, meg nem is tökéletesen ugyanaz a snit lesz, mert hiszen egy más belső lesz, egy másik millió. Ugyanakkor az idézet az egyértelmű lesz azok számára, akik a Starkert ismerik, akiket meg nem, annak azt a funkciót fogja betölteni, hogy ezzel a nagyon lassú felblendével, nagyon lassú mozgással megpróbáljuk meghívni őket a filmünk ütemére. Teljes csendet kérnék szépen, a képből, a fényből álljon ki. Zárás kérnék itt az ajtónál, hangindít. Szuper volt. Én megy a kamera, hogy innen indulok a levelekről. Ott megzizennek a levelek. Jövök, ő alszik.
elmegyek és túlmegyek rajta, nem is értem a képet, hogy miért mentem túl rajta, megszólal az ébresztő. Amikor visszajövünk, neked ugyanabban a pozícióban kéne lenni, de már nyitott szemmel. Igen. Ugye az? Start. Tessék. A Tarkovszkinál is az volt a menő, hogy a nő csukott szemmel van, eljövök, megmutatom a két másik, itt most azt mutatom meg, hogy üres a másik fel az ágynak, visszakúszom, és nyitott szemmel ugyanabban a pozícióban van. Én minden filmemet, amit eddig csináltam, Hídember, Mansfeld, régi módi történet, az ajtó, stb. Azokhoz valamiféle érzelmi kapcsolat kellett ahhoz, hogy én azt elvállaljam, vagy egyáltalán, hogy megszülessen. Így voltam a taxissal is, és nem utolsó sorban a Ákos személyisége is nagyon erősen hatott rám. Megindul egy villamos, én közéletjét, visszajövök. Ez mondjuk a Tarkovszki ötlete volt, tehát ez nem a mi ötletünk, ez a Tarkovszki, és annyi, hogy... Az a szép, hogy fölvállal. Hát ez egy, ez egy tisztelet teljes idézet. Rengeteg hangjutó munkát látok magam előtt, lelki füleimmel már hallom, hogy hogyan fogom feldolgozni a felvett anyagokat, amit már korábban a hangstúdióban rögzítettünk, a taxis és a felesége levelezését. Szeretném lemodellezni azt, hogy ezzel a monológgal hogy tudok hangban ilyen rádiójátékos elemekkel bánni. Ha ide teszem kegyemmel, és picit lejjebb nyomjuk. Én úgy képzelem el ezt a hölgyet, aki egy szent ennek a taxisnak az életébe, az elhalt felesége, hogy egyrészt a férfinak a leveleit ő is felolvassa magának. Kicsit így motyogva, mint akkor mit írt ez ide, hogy találkozzál velem, vagy ez az egyik. Tehát végig nem eltúlzott dolgokról beszélünk, nem akarok előjátszani, ne haragudjon, hogyha ezt ebbe a hibába estem. A másik meg az, amikor egy kicsit érzelmesebben emlékezve olvassa. Egyszer fölvenném úgy, ahogy te gondolod, aztán fölvennék egy szordinóbb, egy visszafogottabb, belsőbb dolgot, meg esetleg egy ilyen buffósabbat, egy harsányabbat, de nem kell ott sem túl, mert 5%-okról van szó. Jó, világ. Jó? Innen hallod az utasítást, hallod. Majd ha nagyon két lábbal mutogatunk, akkor az, hogy vedd föl, hogy halljad, hogy mit mondunk neked. Jó, de föl is vehetem. Ahogy neked kényelmes. Föl is vehetem. Így. Jó. Tessék. Kedves Jancsi. Anyukám nem enged iskola után menni sehova. Külön órára megyek a Babsi nénihez. Azt itt abba kell tartani, hogy szerelmesek vagyunk. Tudod? Sokat gondolok arra, mi lett volna, ha sikerül. Magunk maradtunk egymásnak. Ezer éves történet, hogy amikor a nők megvádolják a férfiakat, és a férfiaknak van ugye vaj, már azok a másik férfiak, nem te vagy én, hanem azok a többi rossz, gonosz férfiak, ugye azokat megvádolják, és azok elkezdnek hepciáskodni, hogy szó sincs erről, micsoda dolog, de most hogy mondod? Majd erre is fogok gondolni. Amíg megtehetem, addig lehet, hogy meg is fogom tenni, mostantól ne tegye. Szóval, hogy mondjam, nem szimpatikus a Pali. Igen, világos. Jó? Semmi harag nincs bennem, csak végtelen sok keserűség. Csalódottság, amiben beleüszülök, amiben belefáradtam, és ezért mindkét oldalnak pihenést írtam elő. Éljünk szépen. Összehangoltan. Gorombaság és hangos szó nélkül. Isten veled. János. Zseniális volt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szép anyag.
Jó anyag, ugye? A halott nő. Nagyon jó. A taxis halott felesége vagyok. Ákos, amikor nekem először évekkel ezelőtt felolvasta ezt a novellát, akkor óhatatlanul kialakul egy kép az emberbe, és én azt mondtam, hogy ezt láttam magam előtt. Tehát ahogy olvasta, láttam a filmet magam előtt, és aztán ő elmondta, hogy ő milyen képeket lát. Igazából annyira határozott elképzelése volt képileg, hogy inkább az volt a nehéz, hogy azt minél közelebb az ő elképzeléséhez megvalósítani, hogy az olyan legyen. Többről az egész, belelépés éles lesz, de ami éles lesz, annak se lesz értelme. Jó? Ezt már szeretem, csak nehogy értelme legyen. Megnézi magát, de úgy nézni meg magát, hogy ő is benne lenne, és inkább felé lennék. Aha. Még, ott, úgy, az, ilyen, ennyi, csináld meg, jól. Erre három kamera lesz, egy a tükörben, meg egy. És az meg ide néz. Az oda. Ez tükör, ez oda előre, aha. Ilyen szűkeketem mögött szeretnék ülni, és akkor ilyen vágóképszerű dolgot is csinál. És ez fog kifordulni? Majd az egy másik szetapra szerelve. Hogyha az alapanyag olyan, hogy jelenlétet kíván, akkor a színész abban boldogan részt vesz. Tehát a döntő, azt hiszem a filmnél is, de színpadon is természetesen, a jelenlét. És ezt a jelenlétet megkövetelte az alapanyag, megkövetelte a szerep, és én ennek igyekeztem megfelelni, és hogyha ilyen kihívás előtt áll az ember, akkor nem kihívásnak tekinti, hanem egy megélendő, nagyszerű feladatnak. Utána akármit csinálhat. Érted? Mert a történetmesélésemben megveszem, felhívom a közönség figyelmét ezzel a recsegéssel, hogy valami furaság van. Mert szerintem azt, hogy a csávó áll a drosztól és várja az utasokat, ez a sztori mesélni el a legjobban. És ugye valaki, hát hogy borotva? Csak oda kell tartani az arcot, és akkor megvan a borotva. De hogy? Hát minden arc már elősöri. Az is hamarosan kiderült, hogy élő forgalomban kell majd vezetni és elmondani az anyagot. Az igazi kihívás ez volt. De éppen ezért tudtam, hogy úgy kell tudnom a szöveget, mint hogyha ez tényleg belőlem folyna minden szava, minden gondolata. És még egy nagyon fontos dolog, nagyon pontosan tanultam meg, mert azt is éreztem, hogy a szórend, hogy melyik szót használja éppen, az döntő, nem véletlen. Menjünk a tízesen? Én azon mennék. Ja, bocsánat, pászkát eszem, mert savam van, tiszta morzsa tőle minden, de nem baj. Nincs benne élesztő, nem ég tőle a velem. Ezt vegyük fel úgy, hogy teljesen kitekered a kormányt. Megindulsz egy picit, teljesen kopi, kitekered, és akkor így a macska kövön fordulsz, ameddig tudsz. Kettős nyilván. Most jelent, hogy majd 12. A csapat fele olyanokból áll, akik már sokszor klipet forgattak velem, Juhász Viktor operatőr barátom például,
vagy az a világító csapat, akikkel mindig dolgozni szoktunk. A másik fele a brigádnak pedig veterán filmesekből áll, akiket talán sikerült meggyőzni arról, hogy a jó ügy szolgálatával szegődjenek, nem csak a szaktudásukkal, hanem a lelkesedésükkel is. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb sikerélményem. Ez szerintem picit hátrébb van a sárga taxi, vele szembe a zöld, egy picit fordítva és előrébb van, és kijebb. Ezt azért nem tenném sokkal hátrébb ezt a csávot, mert ide akarom tenni a statisztákat, akik állnak. Egy picit tegyük hátrébb mondjuk oda, hogy ebbe az oszlop felébe jusson be a segge, hogy ide föl tudjak tenni embereket, akik bámészkodnak. Úgy rakom a figurákat, hogy a két tulajdonos azért az előtérben, és ők egy kicsit előrébb vannak, szerintem persze. Itt vannak. A taxis ilyen ronyba törölgeti, nem szok rá tenni, ronyba törölgeti a kezét, és így mondja neki, hogy egy picit ez hátrébb van, hogy fiam, érzd rá meg, hogy te azt hittad, hogy a gyárból kijön, és akkor men. És a gyerek meg így áll, hogy igen, és így kell csinálni, Lajos bácsi. Na, ez a szitu. Ákosnak a hozzáállása a szakmához olyan volt, hogy mindenki befogadta szívébe. Láttam, hogy megérkeztek a statiszták, oda ment hozzá, mindenkivel kezet fogott, és elmondta a filmet, hogy miről szól, és hogy mit kell csinálnia. Most ilyen nem nagyon-nagyon találkozunk. Kérem szépen, hogy odaálljunk be egy kezdőjelbe. Itt a hölgyeket mindjárt összerakjuk. Kérem szépen, hogy menjünk oda föl a lépcsőre, és majd a sorrendet mindjárt eldőlünk. Te vagy a Mayer, mert a csávónak most vette vadonatúj, és kombi, érted? Ez egy ritkaság. Most vette vadonatúj, és nem érti, hogy nem húz úgy a szovjet technológia. És megkért téged, ugye ti összeadott a lakótelepet, összeszaladtatok, és te mondod neki, mert mit tudom én, beállítottad neki a szerephézagot, hogy egy kisfiam, hát ez nem úgy van, hát meg kell állítani a szerephézagot, nézzek itt a készre. Ez nem román autó, ez szovjet autó, ezeket át kell, ezeket meg kell egy picit, ez csak állítani kell rajta. Nem. Annyi, hogy elég intenzívnek kell legyél, ne legyél kishitű Lajos, ne legyél kishitű, igenis, hogy lesz. Majd garast garasra teszünk, és akkor lesz legfél, veszünk egy használt margulvart. Fordítsuk ki a centrumot, mert azt akarom látni, hogy Korvin áruház. Jó? Na, ez iszonyú jó lesz, már érzem. Hívott Ákos, felhívott, és azt mondta, szeretném. Mondtam, hogy nem tudok, mert egy másik filmbe megyek forgatni, az csúszott. Megint felhívott, hogy egy pillanat lenne az egész, de szeretné. És utána megkérdezte, hogy de hát miért mondtál igent? Mondom, hát hívtál, és jöttem. Én akkor még nemzetközin voltam, aztán hív a haver, hogy gyere taxizni, öcsém, jönnek az új zsigulik, tudja, a zsiguli program. Lesz benne magnó, lesz csajozás, minden. Más világ volt, zűrös, zavaros, de valamiért nekem nagyon vonzó, nagyon romantikus. De hát ez valószínűleg az én generációmmal jár, hogy mi már romantikaként kezeljük ezt az időszakot. Oda megy hozzá és elkezd neki mondani, Atikám, nem érted apa, ez, és lehet, ha sikerül, hogy van egy jel, amire ők ketten ide néznek. Ők továbbra is stírolik a kocsikat, de a két embert valahogy kiveszem a jelenekből ezzel. Jó? Kerékpár, ömérnöket, társ, Zsolti, jó? Nem is Tépiek még folyamatosan játékban vannak. Tessék! Mutatom, mi kell neked, figyelj! Itt van a kutya. Érted? Ez kell neked. Bedugom, kiveszem, bedugom. Megmértük és mit fog benni, mit lesz. Ennyi az egész. Ennyi! Ennyi volt? Ez szerintem nagyon jó volt. Viktor élet? Szerintem is jó. Ő kiér, és amikor kiért, akkor... Tessék. Néztük ezeket az arcokat, és akkor még úgy volt, hogy nem lesznek levélidézetek. Talán Trill Zsolt volt. Néztük hosszan az arcát,
És Ákos egyszer csak elkezdte mondani fejből az egyik levelet. Kérem a mélyen tisztelt pártbizottságot, fogadja el önkritikámat. Egyesek szerint reakciós vagyok, és bizonyos cselekedeteim a szocialista erkölcs normáiba ütköznek. És utána azt mondta, hogy ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor lehet, hogy minden arcra lesz egy megfelelő ebből a magunk maradtunkból. Ez lenne a pozíció, hogy itt én tartom. Nyilván alkatfüggő, de hát ez nagyon hálás feladat, ahol ennyire az emberre meg a személyiségére van bízva. Úgyhogy nem érzékelem még munkának sem ezt, hanem inkább egy ilyen kellemes lehetőségnek. Történetvezetés szempontjából kevésbé szigorú rendje van az eseményeknek, de érzelmi töltet tekintetében vagy a kiváltani próbált érzelmek tekintetében meg nagyon irracionális is, és kockázatos is. És ezt nagyon élvezem, hogy ebbe olyan társakra lehetem, akik mind ebben segítenek engem, és megpróbálnak együtt lélegezni velem, együtt lüktetni velem, megérteni, hogy mit akarok. A legegyszerűbben megyünk, amiben még nem kell nagyon sminkelni a dolgot, hogy elsuhan mellettük. Meglepődtem, de amúgy sejtettem látatlanba is, hogy egy ilyen polihisztor típus, tehát hogy ez úgy benne volt, hogy ehhez is úgy megnézi, hogy lehet ezt csinálni, hogy filmet. Olyan típus, azt hiszem, sok mindent kipróbál. Csapjuk el! Kamera és hang indít. Viktor, segítsd a János! Ez jó. Szerintem ez megvan. Pontosan elmondta, hogy mit szeretne látni, és azt, amikor a feladatot csinálja az ember, érzi is, hogy igen, biztosan tudta is, hogy mit szeretne látni. Tehát nagyon felkészült, és a filmezéshez az kell. Nagyon kevés esetben lehet improvizálni. Különösen egy ilyen látomáshoz képest, ami ez a film. Onnan elindul a kandeláber előtt, idáig tol egy félig üres talicskát, itt leteszi a fárcsin előtt, és beledob egy két téglát. Le kell érte hajolni, nem tudom, hogy az... Menni fog. Jó, mert az én gyerekem az nagyon rossz, úgyhogy mindig magamra gondolom. Ez a kicsi tégla lesz. És akkor azt egy kicsit olyan hanyag bele kell vágni, hogy fölcsönjen a por belőle, jó? Jön a tégla. És oda abban a fehérbe bele kell vágni. Vízbe kell majd belevágni. Nem most kell. Össze van készítve. Össze van készítve, hogy jól porozzon. Csak erre a részre. Jó, és kb. Ide toljam a taliskát. Nem. Egy jelet adjunk, hogy hova. Beledobja, és hogy megtölt. És akkor egy kicsit szerintem érdemes kifordulni a kamera felé, hogy többet lássunk ebből a mozdulatból. Hang és kamera indít. Urog a hang. Tessék! Amikor az ember megkapja a feladatot, hogy téglák, talicska és újjáépítés, akkor az emberbe mennek az irodalmi élmények, a filmélmények, amiket erről tudhat és amit elképzelhet, hogy milyen egy iszonyatos háború után elkezdeni csinálni, fáradtan, törékenyen, kiéhezetten, betegesen, de mégiscsak kell csinálni azzal a tudással mögötte, hogy mi történt velünk. Nincs idő lamentálni és földolgozni, Istenem, de nagy bajba voltunk, hanem menni kell tovább bárkinek. És ez a mindennapi életünkben is így van, hogyha bármi történik velünk, ami rossz. Szuper, készen van a színésznő.
Nagyon szép. De jó. Ez gyönyörű, ez nagyon szép. Most egyszer elcsúsztál, nem probléma. Egy munkát profin elvégezni, azt már nagyon sokan tudnak. Nem észvesztően sokan, de nagyon sokan tudnak már egy munkát a határig, ahogy a színezők könyvben van, a kontúrig kiszínezni, kisatírozni. Én azt élem meg itt, remélem, hogy ez nem csak illúzió, vagy nem csak én gondolom így, bár én nagyon lelkes vagyok, és az én lelkesedésem az gyakran, ha nem is vakít el, de elhomályosítja a látásomat. Azt veszem észre, hogy mindenki lelkesedéssel áll a munkájához. Én nagyon örültem ennek a találkozásnak, és nagyon lelkesítő, hogy ő maga ilyen lelkes, és ez átragad az emberre, és nagyon sokat segít közben, megtámogat. Ő integet az autóknak, hogy hello, fiú, ő vadásza a dolgokat, és az Erika pedig a Juliánnak meg fogja látni, hogy nem megfelelő a sminkje, és azt fogja mondani, hogy úristen anyukám, így jöttél ki a pályára, és előkapja a retikülből, és na figyelj, így nem jöhetsz ki, nem fognak észrelni, és ő megadóan hagyja meg, őt ultra naív. És azt mondja, jó, hát így kell, akkor csináljuk, ennyi a dolog. Nagyon szeretem a profizmusát. Nagyon szeretem azt, hogy pontosan tudom, mi a feladat, ha van, amit mond, akkor az úgy lesz. Én is ilyen típusú ember vagyok, úgy szeretek dolgozni, hogyha nincsenek kérdőjelek, hanem hogy tudom, hogy mit kell csinálni, mikor és hol, és az úgy is lesz. És Ákossal 100%-ig így van. Minél dinamikusabb, annál jobban fog mutatni, de eltúlzott dolgot nem szabad csinálni, mert halál lebukunk, mert én négyszer annyira így tudom nézni a hibát. Tehát magyarul csak igazinak kell lenni, és intenzívnek, de nem szabad túlesni. És azt nagyon ki kell találni, hogy nem fordulhatunk rá. Ez a film, ez a rövid film, ez nagyon izgalmas, és ez egy művészfilm, és olyan, amiben az ember örömmel részt vesz. És azt gondolom, hogy, és amit képzel róla, meg ahogy gondolja, én nagyon kívánom, hogy ahogy ő ezt elképzelte, ez olyan is legyen. És hogyha egy picit is benne vagyok, vagy ott lehetek, vagy ott vagyok, és az neki valamit jelent, akkor az nagyon-nagyon jó érzés. Tessék! Ennyi! Isteni! Nagyon jó! Aha. Ezt fogom beadni a bevillanóba, tudod, amikor csak ennyit adok. Érted? Én egyébként nem ítélem el őket. Csak a pénzvéget csinálják az ipart. Mikor beszállnak, vagy lefekszenek, a kuncsaf csókolózni akar velük. De ezek nem hagyják, undorodnak, mert csak a pénzért megy ez az egész. Meg vagyunk? Lehetek? Minden ezerszeresére nagyítódik fel ebben a filmben, tehát az egész pici is nagyon soknak mutat, de annak az A pontból a B pontból való eljutásnak meg kell történni.
A játék az szerintem ez. Egy izéből indulunk, egy ilyen dacból. A fej nem mozdulhat el, de a tekintet az teljesen szétolvad, mert meg kell értsem, hogy az egész sorsom zsákutca. Pedig úgy kezdem, hogy ki dumál nekem, én vagyok én, és ezt választottam, igen. És ez az életem. És akkor mi van? És odáig eljutok, hogy úristen, hova sodortam magamat. Lehet, hogy nincs visszaút már ebből, ez a vég. Ez meg is történt. Túlmentem én. Ez meg is történt, gyönyörű volt. Nem szabad pislogni. Ha kell műkönny, hozzuk ez a kamera. Ez egy olyan ember, aki állandóan visszajár hozzád. Jaj, hogy még egy kis könny is kijött a szemedből. Ez annyira gyönyörű, nehogy hozzánk jön. Nehogy hozzánk jön, ott a könny a szemébe. Tehát, hogy azt szeretném, hogy én csak véletlenül vagyok itt, tehát uram, úgy örülök, hogy magával találkoztam, hogy egy finom ember. Ha én egyszer egy ilyen emberrel találkozhatnék, akkor én feladnám ezt az egészet, de egyébként én k***a vagyok, és kell álljak, és olyasmiket csináljak, amit egyáltalán nem akarok, és azért, hogy én azt terveztem az egészet. Tehát magyarul a végére meg kell jönni a tragédia, hogy basszus, ez egy ideiglenes dolognak indult, és itt vagyok beleragadva, és már eltelt 25 év, és még mindig ilyen megalázó helyzetbe kerültek. Ennyi, gyönyörű volt. Ez kész. Látod, hát, hogy szép? A szépnek a bizonyos fogalma szerint szép, igen, igen. De nem, igen, hát igen, igaz. Jó. Hát igaz, ami, így. Jó, az igaz, hogy szép szerintem. Az én karakterem egy abszolút újonc fiatal lány, aki most van először kint terepen, és egyrészt van benne egy félelem, egy izgalom, és bizonyos élményekkel gazdagodott, vagy lett szegényebb, és akkor mi van az ő tekintetében. Igen, tragikus, nagyon szép. Ennyi. Gyönyörű volt. Szerintem ez megvan, gyerekek. Higgyük már el. A bizumomban. Nagyon szép. Köszönöm szépen. Igen. Egyednek? Engem emlékeztetett a Hrabal monológukra. A végeláthatatlan, megállíthatatlan áradásra, a pont nélküli asszociáció halmazra. És ez nagyon jó lehetőséget kínál egy színésznek. Kihal az én generációm, aztán csak olyanok maradnak, akiknek semmi se szent. Se a törvény, se az emlék. Mi lesz így belőlünk? Hát, mi lesz így velünk? Hová tart ez az egész? Néha már aggódok. Az a helyzet, hogy vizionárius ember vagyok, tehát egy komplett víziókkal érkezem a stáb elé. Ez bizonyos szempontból könnyű, más szempontból nehéz. Önértemben könnyű, hogy már csak meg kell valósítani ezeket a víziókat, amelyeket viszonylag konkrétan lát az ember, és hát annyiban nehéz, hogy meg kell valósítani ezeket a víziókat. Ez meg kell keresni helyszínt, az embereket. Az az igazság, hogy amikor a novella megszületett, illetve maga az ötlet Haberman Jenő producer fejéből pattant ki, aki elolvasta ezt a novellát, és azt mondta, hogy a Jóisten is film alapanyagul teremtette ezt a novellát, akkor arra kért, hogy írjam át forgatókönyvnek, akkor már elég konkrét szereplők voltak a fejemben. Jó néztek ki, gyerekek! Kicsit be is vagy a torkben, hogy mondja. Jó, nagyon jó. Ki lesz az arc, azt mondja, nem tudom. Most ugye azt veszünk fel, hogy megy az autó, megy, és amikor elemzik ez a mondat, akkor kinézünk, és azt látjuk, hogy három futó, akcióba menő rendőr mellett futunk el. Az 50. évfordulón is mi volt itt? Könnygáz, uram, meg verekedés. Még most is könnyezik a szemem, ha a környéken van fuvarom. Egymás mögött. Nagyon fegyelmezett, alakzatva, szinte egyszerre lépve kéne pozzogni. Szóval ne az legyen, hogy mondod, hogy egyik ember egyik ritmusba fut. Tehát mintha katonák volnák, te vagy a parancsnok, igaz? Nem tudják, hogy igen. Ő egy kiváló művész, és nagyon is érti ezt, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyire érti a filmezést, de nagyon sok mindent elmondott erről a jelenetről, sőt kifejezetten erről a figuráról, akit nekem kell itt most megfogalmaznom. Általában én egy olyan színész vagyok, aki nagyon figyelek arra, hogy egy rendező mit szeretne látni, úgyhogy nagyon alázatosan igyekszem majd azt követni, amit ő elmondott. Itt egyedül áll a
szegény tüntető hölgy. Pedig attól van. Bejön a ló elé bekocogtok, ők egyszerre fogja mozogni kvázi katonai jelleggel. Ők átjönnek erre az oldalra, meg lesz adva a képhatár, ezt most lepróbáljuk, hogy meddig kell eljutni. A kamera felé fordultok, és hopp, egy izére mindenki fölveszi a pajzsot. És kis terpezbe fölfejlődtek az ürgék a támadáshoz, mert le kell gyűrni a Sáradetti művésznőt, mert annyira hatalmas élőerőt képvisel, hogy ehhez ennyi rohamrendőrt vezényeltek ki. Az az érdekes nekem ebbe, hogy szöveg nélkül is, hogy csak arc, hogy ugye ő erre kíváncsi. És azért ez mindig izgalmas egy színésznek. A szöveges jeleneteknél ott nagyon észnél kell lenni, hogy a szöveg is jó legyen, és én azt jól is a megfelelő módon adjam elő. Itt viszont egy nagyon erős koncentráció kell arra, hogy mit is szeretnék esetleg a szememmel vagy az arcommal kifejezni. Tehát körülbelül ez úgy lesz, figyelj Viktor, hogy ping-ping. Jó? Ló, alakulat és minden szívül. Igen, az egyik jel az lesz, hogy Ákos, másik az lesz, hogy Dominik. Jó? Belépsz hozzá onnét, és azt mondod, hogy na gyere csak kicsim. És akkor azt mondja, nem megyek, ünnepelek, nekem jogom van. És onnan bejön a gáz, az lesz a vége. Magyarul ez 96,4%-os volt ez a dolog. És hogyha ezt most egy kicsikét még flottabbul megcsináljuk, akkor ez rettenetesen jól fog kinézni. Látjátok ugye, hogy a lassításnak milyen ereje van, és hogy viszont föl is erősíti a hibákat. De ez egyébként teljesen életszerű, mert miért ne egy rendőr nem úgy jön be, hogy minden flott. De ez egy film, tehát sűrített dolog, tehát működnie kell. Szerintem ez egy próbafelvételnek hátborzongatóan jó volt. Ez a beszél. Köszönöm szépen, szuper lesz! Kamera forog. 21 per a 5. 2. Ló! Ákos! Dominik! Peti! Gáz! Csodálatos ennyi! Ez megvan. Sosa, de lehet, hogy azért a homlokát is beköszönnem azért. Nagyon jó. Takony folyik a fején. Jó. Aha, most már látom, hogy mit kell. De mert egy lukat be kellett volna fűzni, azt meg úgy elfűztem be. Nagyon jó, és majd kérek egy vizet, Sosa, hogy lefasza lesz. A-ból B-be kell eljussát. Ezek iszonyú kevés pici dolgok, de meg kell történjen, tehát ha az kezdeti és a végét egymásra, ez két különböző embernek az arca kell legyen, és nagyon finoman kell átmenjél, annyi idő alatt, ameddig lejárja a kamera ezt az utat. Én fogok próbálni, ha neked segít, végig beszélek hozzád. Ha akarod, csöndbe vagyok, mindenki csöndre intek, ami neked jó. Tessék, Detti. Gázt! Ennyi. Nagyon picit kéne hátra menni. A szomorúból megyünk abba a keménybe, amiben az előbb voltál. Jó, Petikém? Gáz neki! Ennyi. Megvan! Köszönöm! Ez kiske. Nagyon jó. Minél jobban szorít, annál jobb. Messzebbről sílik. Lekocogja, úgyhogy mondom, hogy lendületbe tudjon jönni, jó? Tessék! Egyeset ismeri! Mindenki! Halad! Arém! Tetszik, szerintem ez megvan. Van olyan dolog, amit nem kell érteni, érezni kell. A legnagyobb filmélményeim mind olyan szubjektív, személyes élményé váltak,
amilyet talán nem is célzott meg az, aki készítette. És ha meg megcélozta ezt az érzést, amit bennem elért, akkor kipipálhatja. 56. Na hát ez még mindig kényes téma. A régi iskolatársak közül kettő is diszidált nekem. Nemrég találkoztam velük az osztálytalálkozón. Nem egy bonyolult szerkezet. Ez egy pár ember barna háznak a sarkán. Jó. Mi akkor indulunk. Jó. Egy ilyet próbáljuk. Kérlek, Emike, intézd el, hogy jöjjenek ilyen nyerges mondatok, egy 8-10 darab. Hölgyek, urak, itt van egy kis kutatállító. Arra kell vigyázni, hogy a pont kitakar a visszapillantó, tehát még beljebb kell menni, ugye? Azt mondtad az elején. Hát én arra gondoltam, igen, hogy messzebb kell tenni az árást, hogy jobban a bal oldalára igen, tudjuk egyértelmű, jönni, hogy egyértelmű, lássak egy egyértelmű, nagyon jó. Kapaszkodjatok! Azt szeretném kérdezni, hogy ez biztonságosan le van zárva ez a cucc? Persze, jó. Azért akasztom, hogy a négy csillag. Férfi vagy. Puskát is vihet, mert Miklósnak van saját. Miklósnak itt lesz ereje. Kata előtt. Egyet gombolj be a kabátodon, légy szíves. Megbeszéljük. Csak egyet gombolj be. Perfekt, szikvázó voltam, tetszik. 15 per a 5-ös. Ott jó. Egy ez a szafi, ez tartjó, zseniális, nagyon jó lesz. Szuper! Nagyon élvezem. Bűnös élvezet, ez ilyen szinte földön túl élvezet időnként. Hogy valami megvalósul, tehát az, hogy legyen. Ez legyen, és akkor nem csak, hogy kimondott, hogy legyen, hanem lesz is. Rengeteg ember segítségével, de mégiscsak egy akarat mentén, hát ez egy ledöbbentő dolog. Ez minden nap azt kérdez az ember, egyrészt, hogy mivel érdemeltem én ezt ki, hogy ilyen van egyáltalán, akkor hogy mivel érdemeltem ki, hogy hisznek bennem, elhiszik nekem, hogy ezt meg tudom csinálni, hát első filmes vagyok. Hát ezért remélem, hogy megszolgáljuk a bizalmat. A két szélső zsanérjánál lekötjük Evederrel a két hátsó lábat, és a statív első lábát meg az első padhoz. Kapjátok az a könyvet! Először a többiek, kicsit hátrébb, mint a Miklós. Kicsit meg lesznek majd bolygatva, csak a kép fogja megmondani, hogy ki ül hol, jó? Légy szíves, gyere! Úgy, ülj ide oldalt, ő lesz sapkába, ő teljesen jó. Oda ül oldalt? Igen. Oda ülj oldalt, légy szíves. Mobiltelkhoz 50-es évekhez nem jó, úgyhogy ezt tedd el farzsebre, vagy ahova jól esik. Jó. Zsejke, légy szíves, kusszál át a Máté másik oldalára. Úgy mondja, ott még egy kicsit jobbra, nagy, ott a finom. Ú, de jó. A mellékutcában jött egy nagyon aranyos csepeles csávó, aki azt mondta, hogy gyorsan ugorjatok fel, mert jönnek a ruszkik, végetek van. Fölugortatok, és nagyon fáradtan, nagyon megverve mentek szépen, nem tudjátok hova. És ebből csak ez egy tágabb, ide fixált zögykörödés, amit 120 kockával veszek fel, és Aztól sokat várok, remélem, hogy olyan lesz, amit szeretnék, hogy egyszerre zögykölődnek a figurák. Nem kell játék, csak létezzetek, jó? Keményen forradal a város!
Nagyon jó. Engedjük le az embereket a szekérről. Teljesen jó. Csak maradjon benne a kábel még, hadd nézem. Nagyon jó, gyerekek. Le a kalappal. Gratulálok. Szerintem, amit Ákos kitalált, hogy Budapesten átvezetni így a évtizedeket, a 20. századot, az egy ilyen szép mementó. Még úgy nem nagyon sokszor, sokféleképpen megemlékeztünk a 20. századról, de egyben még nem beszéltünk róla, vagy lehet, hogy ennek most jön el az ideje, és ez bár nem beszéli ki, de egy jó témaindító ez a gondolat így a taxissal, az utcákkal. Nekem balra teszünk, balra. Nézd, hogy a kukukba beálljál. Az lesz, hogy itt egy szituációt alakítsatok ki, picit úgy lesz, hogy itt egy icipicit előrébb lesz, egy pici félkör kialakul, jó? És akkor baromira aggódtok, mert a társatok az megsebesült. Hogy ahogy felénk mondják, jó? Úgy boruljál rá, alig állsz a lábadon. Jó, de az arcodból majd látnom kell például a sebet. Jó? Nagyon jó lesz. Tessék! Ennyi. Eléggé szűkölködöm itt, örökké fázom, belebetegedtem, de nem szeretnék mindig panaszkodni. Nem akarom, hogy sajnáljon. Szeressen inkább. Nézzek, tessék, ezt a szorulat kamerállásra. Igazságosság. Egyszerre cowboy, indián és ős magyar. Már és egy picit Széchenyi is, szóval tényleg nem átintően, de azért egy halvány picit Széchenyi is. Igaz, hogy ez már a döblingi, tehát ez már az elmegyógyintézeti Széchenyi, de... Rögtön bele kell tennünk egy kis, hogy hívjátok, tudjátok? Igen. Kis összítőt vagy egy... Nem, hanem fogja, bakszol. Hogy fogja, ugye, utána úgyis levágja. Igazából egy exaltált csávó, aki az igazságosság pártot alakítja meg a Cerdőből kívül. Azaz. Persze. Teljes káosz. Az osztálytalálkozón befűtött neki a pálinka. Vérben forgott a szemem. Kicsit ijesztő volt. Azt mondja, 300 sárga testvéremet küldtem a mennyei is földekre kapálni, de ordítva. Mondjuk mindig szeretett felvágni. Most meg kis nyugdíjas fóton, nem tudom melyik pártnak szórólapozik. Nagyon jó. A novellát is olvastad? Milyen jó benne a figurát? Most! Aha, ez most jó. Ez most jó. Ennyi volt? Ez most jó. Ez volt a jó. Ez volt a jó. Tekintett el arra, hogy azért én régebb óta ismerem őket, nagy tisztelőjük vagyok, és a rajongójukból lettem, talán mondhatom, kicsit túlozva, vagy barátjukká, jó ismerősükké, és elfogadnak engem, így ennél gördülékenyebb dolog nincsen, mint olyanokat instruálni, akik egy fél szóból is megértik az embert, vagy egyszerűen a forgatókönyvben lazán megfogalmazott dolgokból is már egészen konkrét ötleteket mazsoláznak ki maguknak. Tehát itt a Szaminak csak azt mondtam, hogy figyelj, szerintem táncolni kéne. Tekintve, hogy a Szami zseniális színházi színész, talán a legfoglalkoztatottabb filmszínészünk, hogyha teljes karrierjét tekintjük, és most már rendez is, tehát ő azért jól átlátja nem csak azt a részfeladatot, ami ugyan nagyon fontos, de mégiscsak egy részfeladat a filmben, amit a színész csinál, hanem azt is, hogy milyen, mennyi mindennek kell összejönni. Hát bejátszunk neked valami muzsikát, ha az hiányzik hozzá. Persze. Megvan. Kész a figura? Persze. Jó? Nem lesz probléma. Én most lazít, mert most föltette végre a flakátjait, megalapította az igazságoság, pár Celtöbölkön jön az izé. Nagyon egyedül van az utcán, Bubi a fejébe szól az izé, de eszébe jut, hogy bármikor jöhet egy vietkongos. És akkor leáll gyanakodni. De úgy, hogy szinte a skula után nyúlsz, hogy... Ugye? Ha belefér neked egy ilyen kicsit trúzott dolog, és mindig... Dinamikusnak kell lenned. Mikor legyen ez csinálva, hogy jönnek a vietkong? Mondjak egy olyat, hogy most milyen jelet? Vietkong, azt fogom mondani, vietkong, vagy én látom a kamera,
hol tart. A kamera még nem fog a végére érni, vagy a vége előtt valamennyire lesz az, hogy viettunk, és akkor te... Nem menj el. És akkor megnyugszol, hogy te nincs. Jó. 6, 7, 1. Biztonság kedvéért, árnyékban művészt, és ne járjon! Előtte mindig bársony szőnyeget terítsünk. Ami eddig megvan, az mind jó. Ez is jó, ahogy lelankadod. Ez is nekem tök jó. Egy ilyen filmben, ahol az alapmű az övé, a novella, a víziója az övé, összeestimmol az operatőrrel, tehát ők tudják, hogy mi van. Tehát onnantól kezdve, hogy leült velem beszélgetni, hogy mi ez, és hogy mit kért külsőben, én onnantól kezdve pontosan értettem, hogy világosan beszélt. Ha te A-ból B-be eljutsz az alatt a 10 másodpercet, amiatt a kamera azt az 50 centit lejárja, akkor az négyszeresére fogjuk megnövelni. Tehát ez azt jelenti, hogy még lassabban fog a néző számára leesni, hogy van köszönj a gőgösből, a van pénzem, és azért nem is király vagyok, ból eljutok a teljes drámáig, hogy gyilkos vagyok, falvakat kell felgyújtsak, sárga nőket, gyerekeket kell halomra gyilkoljak, elvesztettem a hazámat, se Amerikában nem vagyok otthon, sem már Magyarországon, jó, nem keresek, az úgy sincs meg. Jó. Föl kell építeni azt a snittet, ez esetben három különböző életállapotot, lenni, és akkor azt pontosan arra kell koncentrálni, hogy csak azt szabad csinálni, semmi mást. Hát nem szabad kiengedni. Az kell, de jó, nagyon szép. Tessék! Rögtön éreztem, hogy ez nem egy egysíkú dolog, nem egy szimpla dolog, hanem többsíkban mozog a történet, az ember története. Aztán utána jött még az, hogy Ákos gazdagította azzal a keretjátékkal a filmet, ami aztán a forgatókönyvben már megjelent, hogy ez az idős, magányosan élő taxisofőr nem véletlenül beszél ilyen megállíthatatlanul az utasának. Nekem azok a levelek is megvannak, amiket katonakoromban kaptam a feleségemtől, pedig akkor még nem is volt a feleségem. Ő is eltett minden kis centit meg levelező lapot, amit én írtam neki. Mindent megőrzött a drága, bevásárló listákat, kémia órán írt levélkéket is. Én üvöltök egyet, az átlaga nem nektek szól, hanem a Viktornak, de tőle megszokta. Kikkel kell a zsenialitást mégis megpróbálni, megjeleníteni? Kikkel? Emberek, akik nem kapcsolják át a kameráit. Na, tudod a kumát? Ez a Hindenburg haj, ez kell nekem. A széles és gyors dolog is így fog látszódni, furán. Tehát ott minél dinamikusabb, hát ez egy eleve statikus dolog, de ebben vannak dinamikus dolgok, vagy nagy fújások, vagy kifelé nézések, vagy nagy sóhajtások, vagy valami, hogy te próbálod a csajnak a figyelmét, hogy de hát itt szukad, de ő nem figyel, mert rá, mert őnek ő jobban teszik, mert jobb sérőt csináltak neki. De meg fel vagy ezen háborodva, hát nem felháborító? Néha ránézel kis szándalommal, hogy igen, látnak, töröd magadat, és akkor ránézel, akkor van ez a felnevetés majd. Szerintem a csend is beszédes, és én nagyon örülök, ez egy nagyon bátor vállalás, hogy nincs dialóg, nincs beszéd, hanem valami más mutatja meg azt, amit láttatni szeretne, és a nézőnek is ad egy szabadságot, hogy azt gondol mögé, érez mögé, amit ő szeretne. Én kérném a pirosra kezdeni, mert a fülbe való volt, ez sokkal jobb lesz. Vegyem föl, vagy vegyem? Vedd föl, légy szíves, drága szívem, nézzük meg. Ez elég jó. Gyere, gyöngyvirág a szedbe. Óvatosség, hogy... Szépen csak arra a falra, oda mellé ülünk a Gábornak. Már is jó nekem? Már is jó, ahogy... Ha mutatom, figyelj, ez nagyon jó lesz. Felvétel! De egyébként akkora poént mond majd a Gábor.
elsuhan a taxi, abból ezt meglátjuk, ezt az emléket. Mert ez az ő saját emléke, ami taxisoknak erről. Csak az, hogy micsoda, 30 éves volt a Ford bennem az életerő. Itt fújtuk a füstet, itt a gyárkémény, ittuk a babit. Itt maradunk a síkterepen, ugyanaz a egyenletes mozgás. Jó. Ez hogy, ilyen, hogy ennyi. Hogy ennyi. 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 Tudom, hogy azt hiszed, de most föl, ugye most van az, hogy földolgozzuk őket. Tehát gyere, nézd meg, szerintem nagyon jó. Miattam csak. Jó, igen, innen. Igen, ez teljesen jó, hogy áthúztad, éles lesz az. Pont akkor lesz éles, ez pontosan jó. Isten király, oda nézel a rékára, hát meg szeretnél hódítani. A lelemóziás az az egészet egy kicsit. A Patrik elé mondjuk, vagy a... Vagy ne, csak előrébb van, csak előrébb. Ika iszonyú cuki a cuk, és ahogy egy kicsit, hogy meg... Aha, túlzásra nem esettünk, de majd megnézzük szépen a lassítást, hogy jól működik el. Szuper, készen állunk. Gyönyörű lesz. Tessék! Ennyi, nagyon jó, nagyon ennyi tetszett! Ezt nézzük, ezt nézzük meg, aki akarja, megnézheti. Teljesen jó. Hát igen. Nála ott a Lermontov kötet, arra az esetre a Rékával nem jönne össze. Ez cuki. És most megcsináljuk az egyéniket. Amikor volt a smink, a haj meg a ruhapróba, az egybe volt kötve egy kamerapróbával, és ennek a jelenetnek egy rövid változatát felvettük, és mondta az Ákos, hogy gyere, nézd meg. És én... nem szoktam visszanézni magam forgatáson. És akkor ott megláttam, hogy mit szeretne, és az nekem egy nagyon nagy segítség volt. Azért vagy te, és nem más, hogy színészből, hogy valahonnan, valahová kell gondolatban eljussál. Tehát vagy a bizakodástól a kicsit realisztikusabbig. A fürdőköpeny az első osztályú szerintem. Meg a pizsamanadrág is jó, hogy is jó. Azt szeretem, az rendben van. Így igen. Ugye? Te kicsit lehet, hogy meg is kell borzoljuk majd ilyen busgyulásra, nagyon tetszik. Isteni jó. Jó, és akkor létszás egy borotválkozó mozdulatot tegyél, János. Azaz, ez az. Megvan. Ösú, tökéletes. Szerintem jó, gyerekek. Ugye, hogy ez jó? Százszor jobb. Mutassad meg? Százszor jobb, százszor. Hát igen, mert natúr. Csak mondom neked, hogy 8 éves fiatalod. De úgy, hogy a fazon, hogy vidám meg. Sajnos túl hamar, fiatal. Sokkal gyorsabban kell megfordulni, hogy lássad. Úgy, isteni. Hát ez óriás. Te figyelj, Szami, és nem tudom, hogy egy eszelős figurát kéne hozni, hogy az fog menni. Jó, nem, ne válaszolj, ne válaszolj most, majd elhívsz, és akkor elmondod, jó? És mindez a macska szemveggel, meg egy az minden idézőjelbe tesz majd, de jó lesz. Nagyon ráérzett arra, hogy nekem akkor is ott meg kell mutatni ahhoz, hogy valami jó, izgalmasan jót csináljunk. Tessék! Gyönyörű vagy, imádom. Istenem, micsoda éves szemem. És most engedd el a mosolyt, bajban ám. És szeretem, hogyha, ahogy az Ákos most is mondott egy-két dolgot, és azon a szálon megyek végig. Persze van ebben önállóságom is, és akkor előszedem azokat a gondolatokat, amik megtámogatják ezt az átalakulást. De például nagyon jó volt az, hogy az Ákos segített nekem ebben. Ugye a rendező segít az instrukcióival a színésznek. Úgy dolgozott, mint egy 20. nagy filmje után egy rendező, ahogy dolgozik, mint akinek a kis ujjában. Fölkészült volt, semmiféle szakmai hiányosságot nem éreztem, sem filmes rendezőként, sem rendezőként, mert a kettő azért nem mindig ugyanaz. Piciket, jó? Nyugodtan a coffod meglebbenhet, nagyon jó. Azaz, és akkor visszanéz, igen, megleb. Igen, úgy, és ne nézzen a nagymamáról, hogy magyarázza ezt, és mondja, hogy ne izgulj, kislányom, nem lesz semmi. Jó? Így. Szuper! Egyik este apa elmondta, hogy szeretne egy filmet csinálni, és hogy szívesen vállalnám-e azt, hogy benne lennék-e én is.
és én már nagyon régóta szeretnék egy ilyen forgatáson ott lenni, nem feltétlen színészként, másként is, szóval azt mondtam neki, hogy igen. Mit mondott neked, kapsz a gázsit érte? Hát, hogyha megkérném, akkor biztos adna nekem, de... Hát talán vagy pénzt, hogy gumicukrot versek magamnak, vagy édességeket, vagy lehet, hogy csak egymagába gumicukrot, de én ezt élvezem. De melyik tetszett? Ez a szembefordulós, a kis lámpás. Ez nagyon itt. Azt mondtad, hogy... Ők. Igen, lehetne ilyen a mai busz is. Rendben van, meg vagyunk, ez megvan, köszönöm szépen, megvagyunk. Már amikor elmeséltem ezeket a víziókat, és különösen a közeliknek a történetét, hogy itt egy belső vívódás, állapot, valahonnan, valahova eljutó lelki helyzet megjelenítésére törekszünk, akkor volt olyan visszajelzésem, például a Pindrok Csabától, aki azt mondta nekem, hogy hát ez egy Szabó Istváni gondolat. Minimálabb legyen, ha ilyen közelik. Igen. Hogy a hatásra reagálnék inkább, amit te löksz. Akkor lököm. Mindig megkérdeztem mindenkinél, hogy mondjam-e vagy nem. De jó? Ne az instrukciót mond szerintem. A szöveget, amit gondolsz. Hanem azt, amit, aminek a hatását akarod látni. Igen. Az arcon. Akkor a te monológodat mondom én ki. Igen. Azt mondom, hogy igen. Megszereztem a pénzt, enyém az összes pénz. Aha. Nem az a lényeg, hogy kinek hány filmperce van. Mennyi mondat a szövege jelenlétű filmben, hanem hogy kinek a szeme viseli a néző szenvedését. Ilyen értelemben tulajdonképpen Szabónál is mindenkinek van egy közeleje, Ákos pedig ezt az iskolát vette át tőle, úgyhogy csak gratulálni tudok. Meghalt az egyik gyerekem, hiába minden, hiába. Ennyi. Egy arc egy filmben, az nagyon-nagyon értékes. És igazából, hát, ahogy a történelem átvonul az ember életén, nem kell szerintem pluszt hozzátenni. Ilyen időskorban meg pláne nem, ahhoz, hogy mit mutasson az ember az arcából. Így aztán azt gondolom, hogy elég a saját életemre gondolni, és akkor már készen van az, amit az Ákos kér. Ahogy Kubik Anna jelen van ebben nagyon egyszerű, visszahúzódó szerepébe, és mégis az arcáról egy egész élet öröme, tragédiája leolvasható néhány másodperc alatt. Ez sokkoló. A feleségem ott állt mellettem, ő munkában nem szokott elkísérni, most ugye Juli lányommal jött, és akkor állt mellettem, amikor az Annának a felvételeit csináltuk, és azt sokta a fülembe, hogy ráz a hideg. Tehát ezek nincsenek véletlenül. Gyönyörű, ennyi. Ezek az arcközelik, ezek rendkívül sokat kivesznek a színészekből. Tehát nem tudom, hogy el szabad-e mondani, de például a Mélyes Laci kért tőlem egy instrukciót ez a közelihez. Én mondtam neki valamit, és amit láttam a képernyőn, ugye képernyőn ellenőrzöm a fölvett képet, az megrendítő volt. Ez egy nagyon érdekes, nagyon fura harmadik sík a filmben. A 30-as évek síkja, amit szinte egy álomszerűen, megfoghatatlanul ott bujkál folyamatosan. Nem körüljárható személyiségekkel, mégis létezésében borzasztóan erős és szélsőséges. És valószínűleg amire kíváncsi és ahogyan instruált ő engem, arra van szüksége, hogy bár nem tudom ki ő, de hallatlanul érdekelne, hogy ki ő. Ennyi. Gyönyörű volt. Ennyi volt? Ez. Csak mondom, hogy kapkodják a levegőt a kollégák. És mondtam, most tessék, gyere, állj ide mellém, és nézd meg, hogy mit csináltál, visszajátsszuk neked. És ahogy megöleltem, éreztem, hogy remeg. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem csak itt volt velünk, hanem a szó legnemesebb, legbensőbb értelmével jelen volt. Én mindenkitől jelenlétet kértem, ezt több-kevesebb sikerrel mindenkitől megkaptam. Hát ez egy olyan sikerélmény, amit mindenkinek kívánok, aki valaha ilyen vágyakkal, álmokkal áll neki ennek a műfajnak, mint én. A világ elpusztul, és nem marad belőle más, csak ez a kis film, és valaki valahogy módon majd mégis ezt megtalálja, megnézi, akkor képet kap arról, hogy milyen volt itt Magyarországon egy darabka élet. Én szerintem ez megszületett.
Mondod egyet. Korrekciót, kérnék szépen korrekciót, koszolás. Egy óraegyenesítés, korrekció. Ládát hozzunk még. Most megkapod. Az arc alá. Szett. Tessék! Ennyi. Nagyon gyér volt ez a csapiszéria. Hát igen. Szerintem most megvan minden. Ezzel lett teljes. Ezzel lett teljes. Megvagyunk.